Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A KUN Összefogás Konzorcium, a Karcag Városi Önkormányzat, a Déréni Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, valamint a rendező szervek nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a KUN-ok második világtalálkozója karcagi nyitó rendezvényén. Megköszönöm a Nagy KUN Honvéd Banda közreműködését Málki Zoltán vezetésével. Ünnepségünk kezdetén szeretnék felolvasni egy köszöntőlevelet. Köztársasági Elnöki Hivatal, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága. Tisztelt világtalálkozó, hölgyeim és uraim! Köztársasági elnök úr nevében is nagy szeretettel köszöntöm az immáron második alkalommal megrendezésre kerülő KUN-ok világtalálkozója résztvevőit. Úgy érzem, egy ilyen esemény kapcsán illő hangsúlyoznunk, milyen fontos kincse, ereje Magyarországnak a kulturális sokféleség. A magyarok közös hagyományához hozzátartozik a történelmünket, sorsunkat, élet- és gondolkodásmódunkat formáló népcsoportok saját hagyománya. Ami kincs az egyes ember, az egyes közösségek számára, az érték az egész nemzetnek. Éppen ezért mindannyiunknak fontos, hogy a saját örökséghez való kötődés mindenki számára megélhető és erőt adó legyen. Hiszen aki ragaszkodik az övéihez, az otthonához, a szülőföldjéhez, az, ahogy mondani szokás, két lábon áll a földön. Tartást, küldetést ad a származás, önbizalmat adnak az ősök. Így válik fontossá a jelenben valami, ami régi. Így tartozik minden emberhez hozzá ma is, hogy az ősei honnan jöttek, hogyan éltek, mire voltak képesek, s még inkább az, milyen tulajdonságokat hagytak a mai nemzedékekre. Csak az képes a mások származását tisztelni, becsülni, különbözőségét értékelni, aki a sajátját is szeretni tudja. A KUN Összefogás Konzorcium néven létrejött szövetség azt a nem kis feladatot vállalta magára, hogy a különféle KUN önazonosság tudatát őrző szervezetek, települések összefogó fóruma lesz. Ezt a hivatását akkor látja el jól, ha a himnuszunkban is megénekelt kunságiak öntudatosan őrzik eredetük hagyományát, és így örömmel találkoznak egymással. A második KUN világtalálkozó olyan eseménynek ígérkezik, ahol ismét jó lesz együtt lenni. Hiszen fontosak az oktatási, kulturális, érdekképviseleti vagy a tudományos célok, melyeket a konzorcium tűzött ki maga elé. De talán még fontosabb maga az együttműködés, amint egy negyedmillió érintett tudatos összefogása.
Bízom benne, hogy a mostani találkozó a tényleges munkában előrevivő, lelkületében pedig felemelő, igazán emlékezetes lesz. Örömteli együttlétet, eseménydús napokat kívánok mindannyiuknak. Dr. Gróbb Gáspár, igazgató. Köszönjük szépen a megtisztelő gondolatokat. A következő percekben felkérem Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, ünnepi köszöntője megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Karcagvárosi Önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a KUNOK második világtalálkozója karcagi nyitórendezvényén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben díszvendégünket, Ő Excellenciája Rasid Ibrahim Turanovics urat, a Kazak Köztársaság magyarországi nagykövetét, a KUNOK második világtalálkozója védnökét és munkatársait. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, városunk volt polgármesterét, a KUN Szövetség elnökét, megnyitó eseményünk fővédnökét és kedves feleségét. Ünnepségünk másik fővédnöke Varga Mihály miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud körünkben lenni nyitórendezvényünkön. Üdvözletét küldi az ünnepség részvevőinek. Tisztelettel köszöntöm Kovács Sándor urat, a Jászlókun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, a KUN Összefogás Konzorcium alelnökét, a Magyar Kazak Baráti Társaság elnökét, rendezvényünk fővédnökét. Szeretettel köszöntöm Horváth László urat, a LAC Holding RT vezérigazgatóját, a KUNOK nagykövetét. Köszöntöm Kapus Krisztián urat, a KUN Összefogás Konzorcium elnökét, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége elnökét, Kiskun Félegyháza polgármesterét. Köszöntöm Ficsor József urat, a KUN Összefogás Konzorcium titkárát, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége alelnökét. Köszöntöm Eszes Béla urat, a Jász Önkormányzatok Szövetsége elnökét. Köszöntöm dr. Dobos László urat, a Jászok Egyesületének elnökét. Köszöntöm Kesze István urat, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnökét, Kisújszállás polgármesterét. Köszöntöm a KUN Összefogás Konzorcium önkormányzatainak jelenlévő Kis- és Nagykun polgármestereit, a konzorcium civil szervezeteinek képviselőit, a KUN Szövetség és a Magyar Kazak Baráti Társaság tagjait. Tisztelettel köszöntöm Fábián József, a regnáló Jászkun kapitány urat és kedves feleségét. Köszöntöm Bolla János, regnáló Jász kapitány urat és kedves feleségét. Köszöntöm Szépe Ferenc, regnáló Kiskun kapitány urat és kedves feleségét. Nagyon sok tisztelettel köszöntöm Illési Ádám leköszönő nagykun kapitány urat és kedves feleségét. Szeretettel köszöntöm Györfi Sándor emeritus nagykun kapitány, Munkácsi Díja szobrászművészt, városunk díszpolgárát és kedves feleségét. Köszöntöm Bene Sándor urat, hagyományőrzőt, a beiktatásra váró 11. nagykun kapitányt. Köszöntöm testvérvárosaink delegációit és vezetőiket, Bődi Szabolcs urat, KUN Szent Miklós polgármesterét, Tazakes Róbert urat, Bácskos út falva polgármesterét és családját, Marek Cebula urat, Krosno Odzsenszkije polgármesterét,
Christoph Schmidt urat, Schwarzheide polgármesterét, Gerard Panceli urat, Longo alpolgármesterét. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévő Emeritus Jászkun főkapitányt, az Emeritus Jász és Jász kis- és nagykun kapitányokat. Tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű konszibor elnök lelkész urat. Sok szeretettel köszöntöm főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános urat, érseki tanácsost. Tisztelettel köszöntöm Karcagváros alpolgármestereit, Kovács Szilvia asszonyt és Gyurcsek János urat. Köszöntöm Rózsa Sándor urat, Karcagváros jegyzőjét. Köszöntöm a Karcagváros önkormányzat képviselőtestületeinek tagjait. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamennyi kedves vendégünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 2012-ben a Kunok évében Karcagváros adhat otthont a Kunok második világtalálkozója ünnepélyes megnyitó ünnepségének. A Kiskun és a Nagykun települések és a Kun Összefogás Konzorcium a kapitányok tanácsával együttműködve 2012-ben is rangos, egész éven át tartó eseménysorozatot szervez. Az előrendezvények közül szeretném kiemelni a május 4-én összefogással megvalósult Jászkun emléknap programját, amelynek ópusztaszer adott otthont. Örülünk annak is, hogy a Jászkun főkapitány, a Kiskun kapitány és a Nagykun kapitány választás 2012-től egységesen 3 évenként történik, a beiktatási ceremónia mindig a világtalálkozó nyitó vagy záró eseményéhez kapcsolódik, mint ahogyan ma itt Karcagon is. Elkészült a 3. kerület múzeumi szakembereinek és a kapitányok tanácsának közreműködésével a kapitányválasztás protokoll szabályzata, amelyet a kis- és nagykun önkormányzatok is elfogadtak. Sikerült konszenzusra jutnunk abban is, hogy a Jászkun konferenciát is 3 évenként szervezzük, felváltva a kiskunságban, illetve a nagykunságban. A Kunok második világtalálkozója záró rendezvényére szeptember 23-án Kunszent Miklóson kerül sor. Itt kerül beiktatásra a Jászkun főkapitány, amely cím átadására ezentúl szintén 3 évenként kerül sor. A Kun Összefogás Konzorcium nevében szeretném megköszönni a Kunok második világtalálkozója védnökeinek, Kövér László úrnak, a Magyar Országgyűlés elnökének, Ő Excellenciája Rasid Ibrajev Kuradovics úrnak, a Kazak Köztársaság nagykövetének, Varga Mihály miniszter úrnak, dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, Halász János úrnak, az Emberi Erőforrás Minisztériuma parlamenti államtitkárának erkölcsi és anyagi segítségét, támogatását. Köszönjük az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatását. Köszönjük a fő média támogatók, az MTVA és a Duna Televízió támogatását. Végül szeretném megköszönni a karcagi nyitó rendezvény fővédnökeinek támogatását, az Agrár Marketing Centrum, a Nagykun Hagyományőrző Társulás és számos karcagi vállalkozó és magánszemély segítségét, munkáját, a helyi média közreműködését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Köszönöm, hogy elfogadták a felkérésünket és jelenlétükkel megtisztelik ünnepélyünket. Kívánom, hogy érezzék magukat nagyon jól városunkban, és legyenek részesei a Kunok közös ünnepének. Kívánom, hogy továbbra is megfeleljünk Íj és Gyula gondolatainak, aki így írt a Kunokról. Büszkén emlegetik származásukat. Magyarok. Nem csak színmagyarok, hanem ráadásul Kunok ők, amin valami olyasmit értenek, hogy a magyaroknál is magyarabbak. Szabadok, lovon járnak, s akkora határuk van, mint egy birodalom. Az ős hazát, a dicső Attila királyt ők még többet emlegették. Méltán ők tiszta ugorok, az új hazába jó 300 év késéssel jöttek be. Merészek, villogó szeműek, feketék, s hunrokonság ide vagy oda, igen szépek,
és ezt ők is tudják. Legyen boldog, és érezve megtisztelve magát, akit maguk közé fogadnak, aki tanyát verhet itt a világ közepén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úr köszöntőjét, és felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, a KUN Összefogás Konzorcium tiszteletbeli elnökét, a KUN Szövetség elnökét, városunk volt polgármesterét, nyissa meg a KUN-ok második világtalálkozóját. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt nagykövet úr, konzul úr, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a második KUN világtalálkozó megnyitó pillanataiban. Tisztelt hölgyeim és uraim, itt Karcagon, a Nagykunságban, illetve valamennyi KUN településen egy olyan fontos eseménysorozatnak a kezdetén állunk, amelyre méltán használhatjuk azt a kifejezést, hogy az összefogásnak az érdeme, az összefogásnak köszönhető. A KUN világtalálkozó keretében valamennyi KUN településen, közel 50 önkormányzatnál lesznek hagyományőrző rendezvények, kiállítások, programok, a közösségi lét legkülönbözőbb megnyilvánulásai. És mindez annak köszönhető, hogy több mint 700 éves kárpát-medencei magyarországi történelmünk során, mint már annyiszor, a KUN-ok újra képesek voltak összefogni, jásztestvéreiknek kezet nyújtva, azt az összetartozás tudatot tudjuk erősíteni, amely mindig megtartott bennünket a történelem viharaiban. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hogyha visszatekintünk a KUN történelemre, hiszen nekünk saját történelmünk van, akkor láthatjuk azt, hogy kritikus időszakokban épp úgy, mint a béke nyugodt évtizedeiben, megvolt egyfajta őserő, megvolt egyfajta összekapaszkodás, összetartás tudat, amely segített eligazodni bennünket, segített eligazodni őseinket. Határozott állásfoglalások születtek, amelyeket makacs, nyakas KUN következetességgel hajtottak végre elődeink. Ilyen volt talán a legfontosabb, a legelső, amikor a mongol pusztítás kellős közepén Kötöny KUN királynak a vezetésével az ő leghívebb emberei, harcosok, családtagjaik fogták magukat, és nem engedtek a mongol hódításnak, egyetlen népként a mongol világbirodalomból egy új hazát kerestek, és bebocsátást nyertek a Radnai hágon a mai Magyarországra, a történelmi Magyarországra. Fontos döntés volt, és ennek köszönhető az, hogy ma is léteznek KUN-ok. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezeket a példákat sorolhatnánk. Hiszen amikor a török világban elpusztultak a városok, a falvak, amelyet a KUN-ok laktak, szétszóródtak az ország legkülönbözőbb részeire, és a hódítás végeztével újra visszamentek, és követelték azt, ami őket megilleti. A Rákóczi szabadságharc idején nem a labancok, hanem a kurucok soraiban harcoltak az elejétől a végéig a küzdelemnek. Vállalták azt, hogy rakamazon, sátrakban, kunyhokban töltöttek hosszú éveket a saját házaik, falvaik helyett, és a redemcióval a kitűzött célt szintén makacs, nyakas KUN felfogással, KUN öntudattal el tudták élni. A megváltozással visszaszerezték a szabadságot, amely mindig oly fontos volt számukra. És tisztelt hölgyeim és uraim, ugyanez megnyilvánult, ez az összetartozás tudat 1848-49 viharaiban is, amikor a leghívebben a küzdelem elején és a végén kitartva harcoltak a magyar függetlenségért a KUN-ok. Lovas nemzetként, huszárokkal végigküzdötték a szabadságharcot, szinte valamennyi fontos csataterét, a délvidéktől a felvidékig, kelettől nyugatig. Tisztelt hölgyeim és uraim! És én biztos vagyok a jövőben, hiszen ez az összetartozás tudat, ez az összefogás, ez ma is megvan. Segít abban, hogy megőrizzük hagyományainkat. Az életformát, amely a KUN-oké, a viseletet, a népdalokat, ételeinket, a tájat, a műemlékeket, amelyek a mieink, azt a örökséget, amely átfonja a mindennapokat, ez a múltra is jellemző volt, és egyre inkább látható, hogy ma is része a közéletnek, része azoknak a települési közösségeknek, amelyek összekötnek, összefognak bennünket. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az előbb utaltam arra, hogy a KUN-oknak saját történelmük van.
Nekünk olyan évfordulóink, olyan jeles személyiségeink, olyan történelmi pontjaink vannak, olyan történelmi alkalmaink, amelyek megérdemlik azt, hogy nagy odafigyeléssel forduljunk irányukba. Történelmi emlékhelye is megtalálhatók a Kárpát-medencében. Én ezt az alkalmat is kihasználom arra, hogy felhívjam önöket, felhívjam a magyarországi kunok több százezres közösségét arra, hogy gyűjtsük össze emlékhelyeinket, jelöljük meg azokat, ismertessük az ország lakosságával, a tudományos és művelődési közvéleménnyel, és valamennyien legyünk tisztában ezek jelentőségével. Látogassuk meg ezeket a helyeket. Ezáltal is egy új közösségformáló erőt nyerhetünk a Radnai Hágótól, Csanádig, Pusztaszertől, a Nagykunsáig, a Kunhalmokig, az értékes templomainkon keresztül, és így sorolhatnám tovább. Hiszen mindez a mi történelmünk, a mi értékeink, amelyekre büszkék lehetünk, amelyek a korábbi generáció közösségformáló erejét jelentik, és bizony erre az erőre ma is szükség van, amikor sokkal nagyobb a mobilitás, mint a korábbi években, a munkavállalás, az elvándorlás, a népességfogyás sújt bennünket. Ezek lehetnek olyan pontok, amelyek visszahozzák azokat, akik számára fontos a kunsági életérzés, akik számára csak úgy, mint nekünk fontos ez a kultúra. Hiszen volt már szétszóratás és kirajzás többször a történelmünkben, és mégis mindig visszataláltunk a gyökerekhez. Hiszen erről is szól a Kunvilág találkozó eseménysorozata, feleleveníteni az ősök szokásait, és a jelenben ünnepelni mindazt, ami a miénk, amely közösségformáló erőt, megtartó erőt jelent számunkra. Ebben kiemelkedő szerepe van közösségeinknek, önkormányzatainknak, a Kunszövetségnek és valamennyi egyesületnek, és ami rendkívül fontos, a kunkapitányoknak, illetve a kunkapitányok testületeinek. Jász testvéreinkkel együtt össze tudjuk fogni azt, amely értékrend számunkra fontos, valamennyiünknek fontos, és ezáltal biztosíthatjuk azt, hogy a Nagykunság, Kiskunság, Jászság, Hármassága, a hármas kerület, az nem csak virtuálisan, hanem szívünkben, lelkünkben is fennmaradjon, és gyarapodjon értékeiben a jövőben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én ezen gondolatok jegyében nyitom meg a második Kun világtalálkozó eseménysorozatát, és bízom benne, hogy olyan maradandó élményekkel leszünk gazdagabbak, olyan értékeket szemlélhetünk meg, lehetünk részesei olyan programoknak, amelyek erőt adnak a hétköznapokban, és erőt adnak ahhoz, hogy ezek a sorozatok, ezek a rendezvények, ezek meglegyenek a jövőben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok mindenkinek, ezennel megnyitom a világtalálkozót. Köszönöm. Megköszönöm, miniszter úr, ünnepi megnyitó beszédét. Bezén atamasz kenzek itke, szen lészenszen adon, dösönszen küklön, micéigen dérge aliketke. Bezén akomozne okne, ok nem ezne bergezge pitbütörkünkön. Il bézem mi nem ezne, neszem bezde jermez bezge utrogergenge. Ilt me bezne oldja manga, kutkor bezne oldja manna. Szen borson boka csalli, bocson így tengere. Amen. Megköszönöm Domján Sándor egyetemi hallgató közreműködését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Bejelentem, hogy ő excellenciája, Ibrajev Rasid Turaruli úr, a Kazak Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, tiszteletbeli konzuli megbízólevelet ad át Horváth László úrnak, az LAC Holding RT vezérigazgatójának. Felkérem nagykövet urat a megbízólevél átadására. Құрметті қалайып, достар, туысқандар, тістілт вендігек, көлдеме шурайым, тештвереім, баратайым. Тойларың құтты болсын, той-тойға оса берсін, бәрліктарыңызға жақсылық тілейм. Леден юаз әшеменюк, зайын шикерешен, менден кенек шок ют киванок. За несколько тысяч километров отсюда, в Казахстане, очень хорошо знают, что в центре Европы, в Венгрии, живут наши родственники, которые стали полнокровными членами венгерского общества.
Innen néhány ezer kilométertől Kazahsztánban mindenki tudja, hogy itt az Európa középén lakik egy ilyen nép, ami a kazakh néppel rokon nép. В Казахстане знают, что 770 лет назад вы пришли сюда и стали не просто венграми, а передовыми венграми в венгерском обществе. Казахстанбан наден ю тудяк, хоть валамикор төп мен хитсас 70 евел эзелет, амикор кунок идовонултак мадяр урсак терелетире, ишакор валтак nem csak kunaki, hanem a legjobb magyarok közé is tartoznak. Мы очень хорошо знаем, я вот уже в течение нескольких лет общаясь с 41 городом и поселением Нать и Киш и Нать кунами, которые проживают здесь вокруг Карцага, знаем, что это очень добрый, прекрасный, трудолюбивый народ. Hát nagyon sokszor szoktam társulni 41 kis és a nagykunság település emberével, és akkor azt tapasztaltam, hogy a kunok, ezek nagyon jó szívűek, kedves emberek. Nem, также очень приятно, что в 2008 году общество кунов во главе с господином Фазикашем нашего президента избрали почетным лидером кунов Венгрии. És nagy öröm számunkra, hogy 2008-ban a Kun Szövetség a Fazekas Sándor miniszter úr vezetésével a mi köztársasági elnökünket avatták tiszteletbeli kun kapitánnyá. В этом году состоялась очень прекрасная встреча премьер-министра Орбана и всей его команды с нашим президентом, где были намечены задачи на будущие наши дружественные отношения. Ebbe az évbe a magyar miniszterelnök Orbán Viktor hivatalos látogatással meglátogatta a mi fővárosunkat, ahol találkozott az ország vezetőjével, köztársasági elnökkel, és azon a találkozón sok számos együttműködési lehetőségeket felvetettünk, és a jövőre. Мы хотим внести тоже свою лепту в это дело, и сегодня я хотел бы вручить патент почетному консулу Казахстана в Венгрии, а именно в этом регионе, в Карцаге и вокруг него, господину Хорвату Ласло. Mi is a költség oldaláról akarunk a saját lépéseket is betenni a két oldalú kapcsolatokba, és akkor mai nap alkalmából szeretnék átadni a konzuli patenst a Horváth László úrnak, aki éppen ebbe a régióba, a Kun lakta területén fogja képviseltetni a tiszteletbeli konzulátust. Вы знаете хорошо Ласло, как почти своего жителя и почти куна. В Казахстане тоже его прекрасно знают, как хорошего бизнесмена и большого друга нашей страны. Önök bizonyára nagyon jó ismerik a Horváth László urat, mint egy jó üzletembert, mint egy barátot, de a Kazahsztánban is szinte a Horváth urat ugyanígy nagyon jó ismerik, és nagyon jó véleményünk van róla. Назначая здесь почетного консула Казахстана в этом регионе, я думаю, что мы этим делом приближаем вот эти вот расстояния, уменьшаем расстояние между Казахстаном и Венгрией. Azzal, hogy itt kinyitjunk a tiszteletbeli konzulátust, mi úgy gondoljunk, hogy ezt a sok ezer kilométeres távolságot a Kazahsztán és a Magyarország között mi ezzel csökkentjük. Я желаю успехов нашему почетному консулу вот в деле укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Венгрией. Sok sikert kívánok a tiszteletbeli konzulnak,
abban a tevékenységben, hogy legyen erősödjön a kitoldaló kapcsolat kazak és a magyar nép között. Én хочу вручить этот патент. És szeretnék most átadni ezt a konzuli patens a horvát úrnak. Kedves vendégeink, hagyományainkhoz híven a KUNOK második világtalálkozója megnyitó ünnepsége keretében emlékszalagok felkötésére kerül sor. Kérem Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, Kece István urat, a Nagykun hagyományőrző társulás elnökét, Kapus Krisztián urat, a KUN összefogás konzorcium elnökét, Ficsor József urat, a KUN összefogás konzorcium titkárát, Fábián József, Jászkun kapitány urat és Fazekas Róbert urat, Bácskosút falva polgármesterét szíveskedjenek a színpadra fáradni. A Karcag Városi Önkormányzat nevében elsőként Dobos László polgármester úr köti fel a KUN emlékzászlóra az emlékszalagot. Felkérem Kapus Krisztián urat, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége elnökét, a KUN Összefogás Konzorcium elnökét, Kiskun Félegyháza polgármesterét és Ficsor József urat, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége alelnökét, a KUN Összefogás Konzorcium titkárát, hogy a kiskunság települései és a konzorcium nevében kösse fel az emlékszalagot. A délvidékre kitelepült KUNOK és testvérvárosunk Bácskosútfalva lakossága nevében Fazekas Róbert Bácskosútfalva polgármestere helyezi el az emlékszalagot a világtalálkozó emlékzászlajára. A Jászkun kerület lakossága és a kapitányok nevében Fábián József, Jászkun főkapitány köti fel az emlékszalagot. Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága és a Nagykun hagyományőrző társulás nevében Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, és Kece István, a Nagykun hagyományőrző társulás elnöke, Kisújszállás polgármestere köt fel egy-egy emlékszalagot. A Kazak Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége nevében Ibrajev Rasid Tudaruli nagykövet úr és Horváth László tiszteletbeli konzul köt fel emlékszalagot a KUNOK második világ találkozója emlékzászlajára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fogadják sok szeretettel Balla Margit nénit, a KUN Szövetség 90 esztendős korelnökét, aki szólni kíván a jelenlévőkhöz. Meghatottan állok itt a nagy KUN-ság korelnöke, 95 évesen. Én nagy tisztelettel köszöntöm
dr. Fazekas Sándor miniszter urat, aki kunságunknak vezér, örökös vezére, és köszöntöm a Nagy Kunsági Társaság összes vezetőjét, és kívánok eredményekben gazdag évet. Meghatottan, de kuntestvéri szeretettel köszöntöm a vezetőséget, a megjelent kedves kuntestvéreket és a kedves vendégeket, és kívánok tiszta szívből, Istentől áldott eredményekbe gazdag országépítő munkát magyar hazánk felvirágzásáért. Kívánok jó egészséget mindenkinek! Nagyon szépen köszönjük Balla Margit néni szívhez szóló gondolatait. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Megköszönöm a Kunszentmiklósi Kiskun Néptánc Együttes kamaracsoportjának műsorát. A következő percekben a 11. nagykunkapitány beiktatására kerül sor. Felkérem Dobos László polgármester urat, fáradjon a színpadra, köszöntő beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, főkapitány úr, főkapitányné asszony, kapitány urak, kapitányné asszonyok, kedves leendő nagykunkapitány úr. Nagy örömömre szolgál, hogy a tegnapi napon bemutathattuk Elek György, a nagykunkapitányok a 16. századtól 1876-ig című hiánypótló művét, amely a Nagykun Hagyományőrző Társulás kiadásában jelent meg. Engedjék meg, hogy a szerző rövid összefoglaló írását megosszam önökkel. A nagykunság az egykori Jászkun kerület hazánk történelmében különleges színfoltot jelent. Kialakulásában, etnikai összetételében sajátos vonások jellemzik az egykori Jászkun kerület belső életét. Irányítása eltért az általános magyar közigazgatástól. A helyi jogkörű, autonóm önkormányzat és igazgatás elkülönült a központi államhatalomtól és annak politikai egységeitől, a vármegyéktől. A Jászkun kerület olyan módon illeszkedett az államba, hogy helyi szabadságjogait hangsúlyozva önkormányzatában a kerület létezéséig megőrizte az autonómia legfőbb vonásait. A Jászkun önkormányzat gyökerei a középkorig nyúlnak vissza. Az etnikumában, életmódjában és kultúrájában különböző két népcsoport, a kunok és a jászok, a 13. században érkeztek Magyarországra. Sorsuk a történelem során összefonódott. A kunok letelepítését 4. Béla király engedélyezte 1239-ben, majd a tatárjárás után 1246-ban. A befogadott és a befogadó nép együtt alakította az ország történelmét. Sorsuk végérvényesen összefonódott, de a kunokkal olyan jelentős haderő volt a király oldalán, amely mindig megmutatkozott, amikor a hazasorsát el kellett rendezni. A büszke, öntudatos nép úgy integrálódott a magyar társadalomba, hogy elsősorban az autonómia révén megőrizte kultúrájának jelentős részét, de különösképp történeti tudatát,
ami a különböző korokban ugyan más-más tartalmat és formát öltött, de a kumtudat, mint a magyar történeti tudat egy különös színezete mindig megmaradt. A Jászkun autonómia két szinten valósult meg. Egyik a helyi, önkormányzati szint, a másik a kerületi szint. A hatáskörök egymásra épülő rendszere volt. Választójog csak a redemptusokat illette meg. Autonómia öntudat, redemptus tudat, kuntudat összekapcsolódó fogalma, koronként ugyan más-más jelentéssel bírt, de máig él a Kunság lakóiban, erősítve identitását. A kunkapitányok a helyi autonómia letéteményesei voltak. Helyi statútumokkal szabályozták az életet. A főkapitánynak pallos joga is volt. Az ítéleteket ott hajtották végre, ahol a bűnt elkövették. Az a különleges a Jászkun autonómiában, hogy egységben volt a függetlenség és a helyi szabály. 1876-ban megszűnt a Jászkun kerület, de tovább éltek a jogszokások. A Nagykun kerület élén 1749-től 1872-ig, tehát 123 éven át az Illési család kiváló férfi tagjai álltak. Bár ebben az időben Karcagon volt a kerület székhelye, a kapitányok kisújszálláson laktak, innen intézték a kerület ügyes-bajos dolgait. Iskolázottságukkal, széles látókörükkel jól szolgálták a haza ügyeit. Országos jelentőségű szerepet is vállalt néhányuk. A karcagi kunkapitány, ha ma vendégül látna a városban járó idegent, büszkén mutatná meg a város határában lévő kun emlékhelyet, a város főterét, az önkormányzat épületét, a század elején épült kultúrpalotát, de legfőképpen a templomokat, az iskolákat, Németh Gyula, Györf István, dr. Mándoki Kongór István szobrait, a Nagykun millenniumi emlékművet. Megismertetni a város szellemiségét, mert Karcag méltán lett a Nagykunság fővárosa, kulturális központja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma felavatjuk a 11. nagykunkapitányt. Az alapító okirat szerint a kunkapitányi megbízás 3 esztendeig tart, és tiszteletbeli címet jelent. A tiszteletbeli címet viselő személlyel szembeni elvárás, példaértékű magatartás, közéleti tevékenység, alkalmasság protokolláris szereplése továbbá az, hogy járuljon hozzá a kun kultúra, a kun hagyományok népszerűsítéséhez. Tisztelt jelenlévők, ezennel a beiktatási ceremóniát megnyitom. Megköszönöm Dobos László polgármester úr megnyitó szavait. Felkérem Illési Ádám, Nagykun kapitány urat fáradjon a színpadra, és a 3 éven át végzett tevékenységéről szíveskedjék beszámolni. Kedves kunok és kedves jászok, tisztelt vendégek! 3 éves regnálásom letelt, az önök megtisztelő bizalmából képviselhetem a nagykunokat. A kunokat, akiknek a fő kérdésekben olyan egyszerű a dolguk. Csupán őseink betelepüléskor tett 3-as fogadalmát kell becsülettel követnünk. Ez a következő. A hűség és szolgálat a haza iránt, az így kiérdemelt föld megbecsülése, megtartása, a keresztény értékrend szerinti élet. Ha ezeket mi, mai kunok nem így, vagy hűtlenül teljesítjük, akkor méltatlanokká válunk őseink vérével és becsületével szerzett hazánkra. 3 éves regnálásom alatt képviseltem azokat a nagykunokat, akik fontosnak tartják a származásukat, de akik egyben a magyaroknál is magyarabbakká váltak. Akik értik, hogy joguk-e hazára kun őseink 773 évvel ezelőtt tett 3-as fogadalmán alapul, ezen belül a keresztény értékrend elfogadásán. Képviseltem azokat, akik kegyelettel emlékeznek elődeikre, akik megbecsülik őseink hűséges erőfeszítéseit és helytállását. És képviseltem azokat, akik hálával gondolnak a redemptusokra, akik a jogtalanul elvett földtulajdont a redempció súlyos vállalásaival szerezték vissza az utókor számára is. Az újkori kapitányok hatásköre és felelőssége természetesen meg sem közelíti a régi kapitányok feladatait,
azonban mégis erősen hiszek abban, hogy a hagyományok őrzőjeként a kapitányok tevékenyen részt vehetnek a kun értékek megtartásában, erősítésében. Regnálásom 3 éve alatt 259 meghívást kaptam hagyományőrző rendezvényekre, nemzeti ünnepekre, helyi eseményekre. Személyesen 184 rendezvényen tudtam részt venni, a 3 év alatt összesen 45 000 kilométert tettem meg Pest megyei lakóhelyemnek köszönhetően. A rendezvények magas száma azt jelzi, hogy milyen pezsgő élet van a nagykunságban, illetve a 3-as kerületben. És egyben azt is jelzi, hogy a kapitányi tisztség irányában milyen figyelem, milyen elvárás, és egyben milyen szeretet is megnyilvánul. Amikor ünnepi beszédet megtartására kértek fel, akkor a kapitányi tisztség elfogadottságát és elismertségét éreztem. Amikor a nemzeti ünnepeken a nagykun kapitány a magasrangú állami vezetők és valamennyi politikai párt képviselőjét megelőzően szinte elsőként koszorúzhat, akkor ez a kapitányi tisztség politikától való semlegességének az elismerése. Amikor a kapitányi tisztség megjelenik a városi rendeletek között, mint ez elsőként Kisújszálláson történt, akkor ez azon szándékot mutatja, hogy a kapitányi tisztséget megkívánják örökíteni a jövő számára is. Amikor a nagykun kapitányok meghívást kapnak a nagykun hagyományőrző társulás üléseire, az azt mutatja, hogy a nagykun kapitányok lehetőséget kapnak a hagyományőrzés terén kifejteni álláspontjukat. Amikor Kiskun, Jász és Nagykun kapitányokat kérnek fel a redemciós megemlékezés ünnepi beszédeinek a megtartására, mint ez Szabadszálláson is történt, akkor a 3-as kerület történelmi egységének erősítését és erősödését látjuk. Amikor a Kazah Köztársaság nemzeti ünnepének megünneplésére valamennyi kunkapitányt meghívják, az a kazak nagykövetség és Kazaksztán figyelmét és kötődését mutatja a kunok és a kapitányi tisztség irányában. Amikor búcsúztató beszéd tartására kértek föl kapitánytársunk temetésén, az megrendítő feladat. Lerúhattuk azonban mindannyiunk kegyeletét az elhunyt Balog Márton nagykun kapitány úr előtt. Valahányszor, amikor a kun és jász kapitányok együttesen megjelentek a kunság vagy jászság területén, az azt hirdette, hogy él még és erősödik a történelmi 3-as kerület. A Kiskun, Nagykun, Jász történelmi egység és testvéri összetartozás. Végül, amikor a nagykunságért díjat nemrégében átvehettem, az az etisség irány felé irányuló figyelmet mutatja. Kiemelten szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a 3 éves kapitányi tevékenységemet illető elismerések valójában sosem személyemnek szóltak, hanem egy közösségnek. Annak a közösségnek és vezetőinek, akik fontosnak tartják a múlt ápolását, a kun identitás tudat ébren tartását, a gyökerek kutatását, a fiatalok nevelését, a múlt és a jelen dicsőségeinek és ünnepeinek megtartását. Ennek a közösségnek a támogató szeretetét éreztem mindvégig magam mögött, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. Önöknek, köszönöm családomnak, feleségemnek is. Régi vágyam volt, hogy valamennyi nagykun település tűzze ki a szabad nagykunok zászlaját a világtalálkozók és nemzet ünnepek alkalmával, ezért az elmúlt héten eljutattam valamennyi nagykun település polgármesterének a nagykun, szabad nagykun kerületnek a zászlaját, azzal a fordítva tartom. Azzal a reménnyel, hogy a nagykun települések kötődésüket, kun mi voltjukat e módon is kifejezésre tudják juttatni. Kazak nagykövet úrnak pedig hamarosan eljuttatom ezt a zászlót. Kérem, beszámolom elfogadását, mesztisztel figyelmüket, köszönöm. Bejelentem, hogy Borbás Ferenc emeritus jász kapitány úr kíván szólni. Kérem kapitány urat, szíveskedjék a színpadra fáradni. Üdvözlök mindenkit, lett légyen az e kunságnak lakója, vagy sem. Lett légyen az kunság hagyományainak szorgos gyámolítója, vagy sem. Üdvözlök mindenkit, ki magyar nemzetűrnek
értő tagja, vagy máshonnan való. Amikor arról beszélünk, hogy egy ember mit tett, akkor jó irányba haladunk akkor, ha megnézzük, hogy milyen nyomot hagyott maga után. Illési Ádám nyomot hagyott maga után. Nyomot hagyott bennünk, a fejekben, a lelkekben és számos településen. És úgy gondolom, hogy amikor Emenuzus kapitányké fog tevékenykedni, akkor is tovább fogja segíteni a nagykunságot. Éppen ezért a kapitányok nevében szeretnék átadni egy plakettet, melynek felolvasnám a szövegét. A nagykunság hagyományőrző ügyeinek elsődleges gyámolítója, övével való dicséretes törődése közben sokat veté vigyázó tekintetét az valamikori szabad Jászkun hármas kerület egészére. Az magyar nemzet, s benne a Jász, kis és nagykun nép dolgainak értője, azok kultúrájának, hagyományainak támogatója. Gondolataival, cselekedeteivel méltán indítá meg szívunk baráti indulatját, és vívá ki fentemlített kerületek és azok vezérlő kapitányainak dicséretét, magasztalását. Jazzigibus et cumanis aeternam pacem. A jászoknak és a kunoknak örök békesség. Nemes Karcag városában az Úr 2012. évében, Szent Mihály havának 8. napján, átadva Borbás Ferenc emeritus jászkapitány saját keze által, a jászkapitányok tanácsa által támogattatva. Isten áldja önöket, legyenek büszkék kapitányukra, legyenek büszkék hagyományaikra. Viva Majoris Cumanae! Viva Karcag! Éljen a nagykunság, éljen Karcag! Felkérem Dobos László polgármester urat és a beiktatási ceremónia résztvevőit, Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt, Bene Sándor leendő nagykunkapitányt, Illési Ádám regnáló emeritus nagykunkapitányt, Kovács Sándor elnök urat, Kece Istvánt, az nagykun hagyományozó társulás elnökét, Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Györfi Sándor emeritus nagykunkapitány urat, Koncz Tibor elnök lelkész urat, Gulyás Zsolt plébánost, ő excellenciája Ibrajev Rasid, Turaluli nagykövet urat, Fábián József, regnáló Jászkun főkapitány urat, Bolla János jászkapitány urat, Szépe Ferenc, regnáló Kiskun kapitányt, Karibzsanov Rintáj követ tanácsos urat, szíveskedjenek a színpadra fáradni. Felkérem Dobos László polgármester urat, ismertesse a Nagykun hagyományőrző társulás döntését. Kivonat a Nagykun hagyományőrző társulás társulási tanácsa 2012. április 3-án 10 órai kezdettel tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 11/2012, 4.03. számú társulási tanács határozat a Nagykun kapitány személyére beérkezett javaslatok elbírálásáról. Első pont. A Nagykun hagyományőrző társulás társulási tanácsa az 5/2012, 1.27. számú társulási tanács határozatában megfogalmazott protokollszabályzat alapján úgy dönt, hogy 2012-ben a 11. nagykunkapitány tiszteletbeli címet Bene Sándor részére adományozza. Kettes pont. Második pont. A 11. nagykunkapitány megbízatásának időtartama a beiktatástól számított 3 évre a következő nagykunkapitány beiktatásáig szól. Harmadik pont. A 11. nagykunkapitány ünnepélyes beiktatására Karcagon a kunok második világtalálkozójának nyitó rendezvényén kerül sor.
Felkérem Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt ismertesse Bene Sándor életútját. Bene Sándor, a KUN hagyományok őrzője, 1979. szeptember 30-án született Karcagon. Általános iskolai tanulmányait követően 1998-ban tett sikeres érettségi vizsgát a Karcagi Gábor Áron gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdasági Tudományi Kar általános agrármérnöki szakán folytatta, ahol 2003-ban sikeres államvizsgát tett és általános agrármérnökként diplomázott. Már gyerekkorában megtanult lovagolni, és 1993 óta rendszeresen részt vesz a karcagi lovas rendezvényeken, felvonulásokon. A Karcagi Nagykunnádor Huszárbandérium alapító tagja volt, majd tagja lett a 2009-ben megalapult Kovács Mihály Huszárbandériumnak, és aktívan részt vett a huszár felvonulások lebonyolításában. 1996-ban az a megtiszteltetés érte, hogy szerepelhetett a Honfoglalás című filmben az ifjú Árpád szerepében. A korhű viseletek és közeg annyira megérintette, hogy elkötelezte magát a lovas élet és a honfoglaláskori hagyományőrzés mellett. A népi folklór hagyományok iránti vonzalmát bizonyítja, hogy 2008 óta citerázik a karcagi pacsirta népzenekörben, és táncol az Iringó Felnőtt Néptánc Együttesben. Célul tűzte ki, hogy minél több fiatallal megszeretteti a lovakat, a lovas életet, valamint KUN hagyományaink ápolását, ezért 2004 elején létrehozta a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesületet, melynek azóta is elnökeként tevékenykedik. A Pusztai Róka nevet azért választotta, mert ez Karcagváros nevének jelentése a KUN nyelvben. Az egyesület célja, hogy őseink nagyszerű lovasnomád kultúráját felelevenítse, a hagyományokat megőrizze, és tovább gyarapítsa magunk, honfitársaink és Európa művelődését. Ennek érdekében a honfoglaláskori hagyományőrző mozgalomba illeszkedve igyekeznek megtanulni őseink harikultúráját, és maradék lehetőségeikkel minél teljesebben megélni, újra tanulni a lovasnomád életmódot, hogy valamit visszahozzanak és átmentsenek ebbe a mai elkonformosított világba. Az egyesület székhelye egy hagyományos nagy kuntanya Karcag határában, a Kecskeri pusztában, ahol lovakat, marhákat és rackajuhot tenyésztenek. A résztvevők nagy örömére itt minden évben megtartják a lovasnomád életmód tábort. Az egyesület tagjai felléptek már számos hazai neves lovas rendezvényen, így a budapesti lovasjuniálison, a zánkai, hortobágyi, a szilvásváradi lovasfesztiválokon, a Magyarok Országos Gyűlésén, a Kurultájon, az Ópusztaszeri Nyílzáporon és Nyeregszemlén. Több ízben eljutottak már jelen határainkon túli magyar településekre, Bánfihunyadra, Boncidára, Körösfőre, Magyar Gyerőmonostorra, Magyar Valkóra, Mezőfényre, Sztánára, Székelykeresztúrra, Székelyudvarhelyre, Tordára, Zentagunarasra és Zilachra. A németországi Memmingenben is felléphettek 2008-ban és 2012-ben a négy évenként megrendezésre kerülő lovasprogramon, a Wallenstein Fesztiválon. Bene Sándor irányításával az egyesület tagjai 2004 óta a nagykunsági kulturális napokhoz kötődve minden év augusztusában megszervezik a KUN hagyományok napját, amelynek programjai között talpasi jászverseny, lovasbirkózás, őshonos állatok bemutatása, előadások, népművészeti kirakodóvásár, népi ételek főzése is szerepel. 2009-ben rangos eseménysorozattal járult hozzá a KUN-ok első világtalálkozója karcagi záró rendezvényeihez.
Bene Sándor igen jó szervező, és az egyesület tagjaival együtt, a város kulturális és sportintézményeivel együttműködve színvonalas programokat szervezett az elmúlt időszak alatt, ezzel is tovább erősítve Kun hagyományainkat. Karcagváros és Jász-Nagykun Szolnok megye kulturális életében végzett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2012. januárjában a Jász-Nagykun Szolnok megyei közművelődési díjban részesült. Megköszönöm a polgármester asszony közreműködését, és tisztelettel felkérem Kece István urat, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnökét az eskü szövegének elmondására, és felkérem Bene Sándor leendő Nagykun kapitány urat az eskütételre. Megkérem Nagykun kapitány urat, hogy az én után saját nevét mondja, az utolsó mondatot pedig hite és meggyőződése szerint ismételje utánam. Én, Bene Sándor, akit Isten kegyelméből a mai napon, a Nagykunok kapitányának választottak, fogadom, hogy tisztségemet mindenkor, becsülettel ellátom, s magamat a Kun nép, hű szolgálatába állítom. Soha semmi módon, a Kunok becsületén szégyenfoltot nem ejtek. Minden cselekedetemmel, Méltó leszek Kun őseim emlékéhez. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Kérem, Kece István elnök urat szíveskedjék átadni a tanúsítványt Bene Sándor beiktatott Nagykun kapitány számára. Felkérem Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét a kapitányi pecsétek átadására. Kérem Dobos László polgármester urat a kapitányi medál átadására. Felkérem Illési Ádám leköszönő Nagykun kapitányt, adját Bene Sándornak a nyakba valót. Felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat szíveskedjék átadni a kapitányi kulacsot Bene Sándor Nagykun kapitány részére.
felkérem Györfi Sándor emeritus nagykunkapitányt a kapitányi kard átadására. Bejelentem, hogy ő excellenciája, Ibrajev Rasid Turarulig nagykövet úr egy ajándékot ad át, és köszönti az új nagykunkapitányt. Kérem nagy tiszteletű Koncz Tibor elnök lelkész urat és főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános urat, áldják meg Bene Sándor nagykunkapitányt. Tisztelt egybegyűltek, és természetesen mindenek előtt kapitány úr, nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önt. Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, amikor Isten kegyelméből a maga érdemeiért a megfelelő és tekintetes társaság megválasztotta, és egyúttal beiktatjuk ebbe a szép tisztségbe, a nagykunkapitányi tisztségbe. Egy igét szeretnék olvasni, az áldásom alapját. Ezékiel könyve 33. rész 7. vers, emberfia, téged őrállóvá tettelek. Kedves kapitány úr, a régi elődök őrállói voltak a kunoknak, és ezt várjuk most Öntől is. Az őrálló régen fölment a kapu tetejére, azért, hogy a külső és a belső veszélyeket észrevegye. A külső és a belső veszély most is megvan a kunok értékeire. A külső veszély az asszimiláció, a külső veszély még a dezinformáció, a nem törődömség. A belső veszély, amit a kunok lelke, kunok viselkedése adhat, hogy elfelejtik, hogy milyen értékesek. Az őrállónak az a feladata, hogy szóljon. Az őrállónak az a szerepe, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy nem értéktelen, sőt nagyon értékes is a kun. A kun embernek a jellemvonása, a világlátása, a hite, hagyománya az mind-mind érték. Úgyhogy erre hívjuk, erre bíztatjuk a kedves kapitány urat. Ehhez kérjük Isten gazdag áldását és segítségét az életére. A rábízott drága kincset kérjük, hogy őrizze meg. És akkor elmondom az áldás szövegét. Kedves kapitány úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád. Adjon neked hitet, reménységet, szeretetet minden időkben. Amen. Az Úr legyen veled és a te lelkeddel. Áldott vagy, Urunk, irgalom Istene, aki fiadban a szeretet csodálatos példáját adtad nekünk, és általa kötötted lelkünkre a szeretet parancsát. Halmozd el jóságosan áldásoddal ezen szolgádat, aki nemes lélekkel szenteli magát a testvérek megsegítésére, hogy a legnagyobb nehézségekben is egész lelkével, minden erejével hűségesen szolgáljon neked, embertársainkban, Krisztus a mi Urunk által. Áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Bejelentem, hogy a kapitányok kívánják köszönteni Bene Sándor nagykunkapitányt.
Elsőként Fábián József, regnáló jászkun főkapitány úr, majd Bolla János, regnáló jászkapitány úr, ezt követően Szépe Ferenc, regnáló kiskun kapitány, és végül Illési Ádám, emeritus nagykun kapitány köszönti Bene Sándor nagykun kapitányt. Bord Búzár békességet köszöntöm a kunok második világtalálkozója alkalmából, megnyitó rendezvénye alkalmából a vendégeket, a kun közösségeket és az előjárókat. A elsőként szeretném megköszönni emeritus nagykun kapitánnyá vált Ádám kapitánytársunknak a 3 éven keresztül kifejtett munkáját, ami azt gondolom, hogy más kapitányok előtt is példamutató, kitartásával, kezdeményező készségével és hűségével, és kérem azt, hogy Illési Ádám, emeritus nagykun kapitány a jövőben is oszlopos tagja legyen a jászkun kapitányok tanácsának. Köszöntöm az újonnan megválasztott nagykun kapitányt, erőt és egészséget kívánok az elkövetkezendő 3 évre vállalt szolgálatához. A kapitányi tiszt az hagyományőrző és közösségépítő tiszt, és e területeken kívánom azt, hogy hűen, kitartóan és álhatatosan dolgozzon a kun nép érdekében, 3 síkon is, önállóan a nagykun kapitányok tanácsa keretében és a jászkun kapitányok tanácsa keretében. Azt gondolom, hogy a közösségépítés az, ami, és a közösségek erősödése az, ami a fellegeket messzire űzi Magyarország és a helyi közösségek égboltja felül. Még egyszer jó egészséget, kitartást és jó kollektív közösségi szellemet kívánok az új nagykun kapitánynak. Éljen a kun, éljen a jász, éljen a magyar! A jászság, a jászok és a magam nevében szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Bene Sándor nagykun kapitány urat. Gratulálok a most kinevezéséhez, és sok sikert kívánok. Köszöntöm a második kun világtalálkozó nagykunsági ünnepi rendezvényének, nyitó rendezvényének minden résztvevőjét. Kedves hölgyeim és uraim, a kunok és a jászok között a barátság, a kapcsolat több évszázadra vezethető vissza. Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a jászok a kunok kísérőnépeként Kötöny Kán vezetésével 1239-ben érkeztek és települtek le majd később a jászság területére. Sajnos ennek semmilyen oklevele bizonyítékát nem találjuk, és így több elmélet keletkezett az utóbbi időbe. Az viszont biztos és bizonyított, hogy a 13. század közepén a jászok a jászságba, a kunok, kiskunok, nagykunokkal együtt a Kárpát-medence koszorújába, a koszorúja közepén letelepedtek és éltek. Közös a történelmünkben az is, hogy mind a két népcsoport a mongol veszedelem elől menekülve jutott el Szent István országába, és lelt itt új hazát. Közösek a hagyományaink. Bizonyított az is, hogy a 15. századtól
sajátos önkormányzattal és szervezeti rendbe éltünk, Jászok, ugyanúgy, mint ahogy a kunok, majd később a barátság inkább akkor fejlődött ki, amikor az elvesztett szabadság visszaváltásáról, visszaszerzéséről és a föld visszaváltásáról közösen kellett föllépnünk és harcolnunk. Aztán tulajdonképpen a Jászkun 3-as kerület fennállása alatt a közös önkormányzatban, a közös sorsban teljesedett ki. Én azt gondolom, hogy a két nép között soha nem volt villongás, soha nem jegyzett fel a történelmen ellentétet, vagy pedig esetleg vitás dolgot. Én azt gondolom, hogy mindenkor ezt meg tudták oldani békésen, barátsággal. Ez a barátság már kiállta a történelem próbáját, és én ezt a barátságot szeretném, hogyha tovább erősítenénk, és arra kérem most megválasztott Bene Sándor nagykun kapitány urat is, hogy legyen ennek a zászlóvivője. Használjuk ki ezt a barátságot, aknázzuk ki ennek a lehetőségét a hagyományőrzésbe még tovább. Köszönöm végül is ezt a szép rendezvényt, hogy ezen mi is részt vehettünk itt, Jászok. Polgármester úrnak, köszönöm a karcagiaknak, erőt, egészséget, éljenek a kunok, éljenek a Jászok. Erőt, tisztességet! Ezzel a köszöntéssel köszöntöm Önöket a Kiskunság és a Kiskun kapitányok nevében. És külön köszöntöm az új kun kapitányt. A hagyományőrzés az egy magasztos eszme. Egy ország, egy nemzet a nyelvében él és hagyományokban táplálkozik. Ezeket a hagyományokat nem csak információként kell felfognunk, ezeket éltetni, élni kell és át kell adni. Át kell adni a felnőtteknek, de leginkább az ifjaknak, a fiatalságnak. Tudják, hogy honnan jöttünk, mert aki tudja, hogy honnan jött, az eligazodik a mában, és megtalálja a jövőbe vezető útat is. A kunok és a Jászok nem állam alapítók, de államalkotók. És valóban, ahogy mondták, magyarrá váltak, és megtartották kun identitásukat. Ez a nép attól maradt erős, hogy sokszínű volt. A kunoknak példát kell mutatniuk, a többi itt élő egyéb népeknek, hogy hogyan kell ezt a hazát építeni. Ebben a munkában nagyon komoly erőt kívánok, és kitartást, és ahogy a huszárok mondják, erőt, tisztességet, kapitány uram, és Ön mellett vagyunk. Kapitány úr! Szíved minden indulatjával szerest, véd, őrizd és képviseld a kunokat. Minket kunokat, vastagnyakú kunokat, magyarok, magyar kunokat és konok kunokat. Kedves nagykunságiak, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt hiszem, minden ember életében vannak olyan események, vannak olyan fordulópontok, melyek nagy hatással vannak az elkövetkezendő esztendőkre, az elkövetkezendő évekre, évtizedekre. Úgy gondolom az én életemben az, hogy nagykunkapitány lehetek 3 esztendőn keresztül, az egy ilyen nagy esemény, egy igen nagy esemény, és egy igen nagy megtiszteltetés. Nagyon sok mindenkinek köszönettel tartozok érte. Köszönöm először is a jó Istennek, hogy ilyen fiatalon nagykunkapitány lehettem. Köszönöm a családomnak és kedvesemnek azt, hogy mindig mellettem állnak a legnehezebb időkben is. Köszönöm barátaimnak, köszönöm rokonaimnak. Köszönöm a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesületnek és a Kovács Mihály Huszár Bandériumnak, hogy oly régóta, oly sok éven keresztül együtt tudunk működni, eredményesen közös céljaink, közös ügyeink érdekében. Köszönöm a Karcag város vezetésének, a
sok jó szót, a sok segítséget és a bizalmat, azt, hogy nagykunkapitányi címre jelöltek. Köszönöm a Karcagváros lakosságának a sok szeretetet és a sok jó szót. Köszönöm a Nagykun hagyományőrző társulásnak azt, hogy méltónak találta nagykunkapitányi címre, és köszönöm a kapitány uraknak a sok biztató szót és a sok kedvességet. Köszönöm a nagykunságnak és minden kedves ismerősömnek és barátomnak, éljenek Kárpát-medencén belül vagy kívül. Ígérem, hogy legjobb tudásom szerint minden akaratommal és minden tudásommal azon leszek, hogy szűkebb hazámat, a nagykunságot és Karcagot képviseljem. Isten engem úgy segéljen. Mikor fiatal voltam, országra csatangoltam, s egy szál bottal kezemben betértem Debrecenbe. Nem is gondoltam másra, egy kis bekukkanásra, csak hogy világot lássam, s odébb is álljak másnak. Szerettem oda menni, hol nem vár senki semmi, a gazda rám arasztal, nincsen terített asztal. Találtam literátort, kántort és funerátort, Kalmár cím is parasztot, egyik másik marasztot. Mire való, hogy elmegy, legyen itthon kegyelmed, mondták, és én maradtam. Még egyszer itt ragadtam. Nyomát kijártam, kápsáltam, mendikáltam, és lettem odahajta, jámbor, poéta fajta. Osztogatta kincsét a híres biblioteka, kiben 400 óta hazajött Európa. Jártam lakodalomba, torba sokadalomba, alkudván kis procentben, megéltem, de decemben. Talán hiába törekszik, az ember megöregszik, ajtón kopog a vénység, sudban a véglegénység. Kispadon ülve fázik, de rég van a kupán is, nincs már itt szűrt szabó sem, öreg kupa csapó sem. Én muzsikus elülhet, magának hegedülhet, rokonai igézlet. Jeleje! Rokonai igézlet. Most garál a szájuk, nincsen is fuvolájuk, rajtjuk se hegedűjük. Gótájukon se tűnt. Kedvem miben keressem, a nagy templom üresen, hátam mögött a háta, nincsen koordináta, fölötte leng az éter, nem zeng Méniusz Péter, Bóbiskol Szent Simonát, feje alatt a zsoltár, már a szellők se szállnak, az ájerek megállnak, jacló tarka népet.
akarókon segítnek. Nem állnak placra hegyén, keskeny járt a szigetjén, oda a pálmarokra. A bárányka alulra. Uraim, kedves barátaim! Itt állunk a karcagi Györfi Sándor emeritus nagykunkapitány által megálmodott és megalkotott szoborcsoportnál, amely 4. Béla és Kötöny Kán találkozását ábrázolja. 4. Béla királyunkat éppen 777. éve ruházta fel joggal a magyar nép arra, hogy irányítsa és építse Magyarországot. A 1239-ben Kötöny Kán vezetésével beérkező kun nép, amely a mongol és tatár seregek elől menekült, 4. Béla által bebocsátásra nyert. A kun nép után a belső viszályok miatt kivonult az országból, a tatár-mongol hadseregek viszont bevonultak és lepusztították, végig rabolták országunkat. Utána ők is kivonultak, majd 4. Béla királyunk keze által és nagyon sok millió szorgos emberkéz által újjáépült Magyarország. Azt hiszem, hogy nagy hálával tekinthetünk 4. Bélára és Kötöny Kán kun vezére, akik életük árán és életük munkájával is lehetővé tették azt, hogy itt a 21. században ma békességgel élhetünk. Kérem, tisztelegjünk 4. Béla és Kötöny Kán nagysága előtt! Jelen! Tisztelet! Futós időt kérem, lóval, fakó, szekérrel, úgy látszik azt megérem, hogy a nagy piac térem körül kerítnek egyszer, kockákkal, panelekkel, egekig ér a ritka legű betonkalitka. De hová legyek, ha mégis szementből lesz az ég is, tündéri kedvecemből, hazámból, Debrecenből. Kimék a Hortobágyra, beülök egy karámba, beöltözöm Csikósnak, mesemondónak, Jósnak, bámulnak majd a népek, ha a téli bábra lépek, és megszólalok tánul, angolul, franciául, kinek, kinek a nyelvén, de csak a maga nyelvén, s ha majd botlik a nyelvem, s nem értik meg az elvem, kihull a bot kezemből, elszállok Debrecenből, felröppenek a holdra, bolond istóki módra, bolond istóki módra, bolond istóki módra.